Szasztos kazok, üdít mindenkinek a Dark Souls 2 végjátásán, folytassuk és attól abbagytuk, és... Én most szerintem azt fogom csinálni, hogy visszavegyünk ide, a kezdőpontra. És valóban trédelek egy picikét azokkal a madarakkal, akiket már említettem pár epizóddal korábban. Meg kíváncsi vagyok, hogy mit tudnak adni, meg egyéb ilyen dolgok. Meg nem is tudom, akár... Benézhetek ide is. Hát, ha tudnak valami újat mondani, vagy nem is tudom. This is a limbo. A link between Drangleic and the outer world. Ezt nem tudom, hogy hallottam már. Why else would you visit this lost? My name is Milt. Ja, szerintem ezeket már mind hallottuk. Nem mindegy. Amúgy nem tudom, lehet, hogy előbb vagy utóbb... Már rossz helyen járok. Lehet, hogy előbb vagy utóbb újra fel kéne osztani a pontjainkat. Lehet, hogy hülyén léptem szintet, vagy nem is tudom. Szóval értitek. Na mindegy, most inkább ne ezzel foglalkozunk, hanem szépen menjünk és váltsunk egy szót ezekkel a madarakkal. Akik valahol itt vannak. Szerintem pont a létre felett. Vagy valami ilyesmi, nem vagyok benne biztos. Lényeg az, hogy most már kicsit egyszerűbb ezekkel foglalkozni, mint a Dark Souls 1-ben, mert ott egyenként ki kellett lépni a menübe. Itt viszont... elvágom, idegesítőek vagytok. Fogd be a pofád! Ne is sem. Most lényegében csak elég kidobni egyenként őket, és nem kell kilépni egyáltalán, csak aztán egyből vissza kell venni. Azt hiszem ezeket a... Smooth and Silky Stone-okat lehet nekik adni, amik itt vannak, abban csak négy van. Meg ezeket is, meg ezeket a Petrified Something-okat is nekik lehet adni. Ez a Petrified Something, tudtam már, valami... különleges dolgot ad. Különlegesebbet, mint a többi dolgot. Mint a többi dolgot. Szóval kíváncsiak, hogy mit kapunk? Channeler Trident. Kicsit jobb lesz, számítottam. Na mindegy. És most akkor egyenként csak szépen dobáljuk őket ki. Úgy, né. Na, csak egyet szeretnék. Hogyha kettőt dobunk ki, akkor az úgy nem működik sajnos. És akkor még ezeket is. Ezek csak apróságokat fognak adni, szóval olyan sokra ne számítsunk. Be lehet kapni Twinkling Titanite-ot, azt hiszem. Meg egyéb ilyen fejlesztésekhez való dolgokat, szóval érdemes. Hoppa, hoppa, nem. Szóval érdemes ezeket így megcsinálni. Nem discardolni szeretnénk. Úgy, né, még egyet. Ja, blablabla. És most hadd vegyem őket vissza. Mert most megértem. Fogjátok be a pofájátokat. Ja, Faint Stone. Twinkling Titanite-ot szeretnék. Blue Eye Orbok, Life Gem. Titanite Shard, ez már egy jobb drop. Faint Stone. Még több Titanite Shard. Titanite Chunk. Alakulnak a dolgok. Amber Herb. Poison Stone. Old Whip, abban már kettő van, akkor nekünk még több Titanite Shard. És még nem tudom, valamit tudok innen dobni. Prism Stone-ok azok... Szerintem nem, de egy próbát teszek vele. Fainting Soul, azt is lehet nekik adni, zsír. És én nem fogok használni Prism Stone-okat, mert felesleges. Fogd be a pofád! Kurva idegesítők ezek a madarak, keresünk túl rajta gyorsan. Mindig csak egyet. Vagy nem. Véletlen se egybe szeretnénk ledobni az egészet. Nem. Na, a picsába már összekeverem a kombinációkat. Ja, blablabla. Fogd be a pofád! Mit tud Lijam? Homeward Bone? Human Effigy, zsír? Még több Homeward Bone? Az esetem, hogy ez a Small Yellow Burn. Rubbish az sajnos semmire sem használható, szóval kapjátok be. Hát, ezt kiszabhatják ezek a madarak. Na mindegy, egy próbát megért. Hely, ott van egy item, azt valahogy meg lehet szerezni. Próbáljuk csak meg. Ja, oké.
És most csak menjünk vissza a bunkerhez, és... menjünk vissza a Black Gulch-ba. Azt hiszem az volt annak a helynek a neve, bár nem vagyok benne biztos. Ja, Black Gulch. Elég hátborzongató egy hely. Mert a Gutternél nem tudom, hogy mennyivel lesz vészesebb. A Gutter az teljes mértékben el volt baszva. Ah, és itt még mindig vannak ezek a izék, méreg köpőszarok. Nem tudom, én inkább szétcsapom őket. Véletlenül sem szeretném, hogy megmérgezzenek. Ezzel tudom, rontom a állapotát a fegyveremnek. De hát ez a biztonságos módja az átkelésnek. Látjátok, már most majdnem meg lettem mérgezve. És mik ezek az árkok a... Jézusom, valami mozog ebben. Láttál a kemsegfény? Nem tudom. Jézus, kibaszott Krisztus. Oké, ez elég ocsma egy teremtés. Hogyan kéne ezzel elbenni? Oké, írtó kevés egyetlen. Ezt örömmel hallom. Nem tudom, ebben is van egy... Nem az összes árokban van? Jézusom. Ez a mérgezés, ez kurvára gáz. És meg is tettem mérgezni. Hát ezeket én lágyzsemekkel fogom így kordában tartani. Hogy né? Mellé az egész. Ez a hely borzalmas, ha vagy. Nem értelek instant megölt engem. Nem, oké. Rendben, ez elég ijesztő volt. Hagyjatok békén! Gyerünk légy szíves, mielőtt még meghalsz. Így áll még egy esztuszt is. De be tudok futni? De most komoly? Légy színnek köpjetek le, miközben nyitom ki ezt a hülye lelet. Shuttle? Mi a fene is shuttle? Gondolom ez valóban. Valami Dex fegyver, lehet, hogy egyáltalán nem is olyan rossz. Olyan, mint egy arak. Oké, 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 oké. Én csak gyorsan áttek, Jézusom. Rendben, most meg fogok halni nagy valószínűséggel. Jep. Eléggé különös egy halál volt. Lehetne jobb is, lehetne rosszabb is. Nem tetszik nekem ez a rész. Hülye leszek emberbe fordulni. Fuck it, én csak átszállok az egészen. Most kicsit töltödjön a stamina, meg csökkenjen a mérgezettség. Ennyit ebben. Ó, bassz meg. Hát a kurva anyádat. Nem akarok még egyszer meghalni, mert akkor elveszítem azt a kb. 2000 lelket. Uram, atyám, szar rá, hogy a kombózó. Ez a hely kurva szar. Hagyjatok meg végén. Large Titanic Shard, ez nem is rossz. Lehet, hogy ezen a helyen csak át fogok szaladni, és leszarom, hogy mi található itt. Ja, fuck it. Ezek az itemek se érdekelnek.
Fogalmam sincs. Oké, itt van, biztonságban vagyok. Jézusom. Jézus Krisztus. Követnek engem ide? Halló? Ezek rohadt ijesztő ellenségek. Jaj, baszd meg. Oh, oké, okay, ez egy kellemes meglepetés volt itt nekem. Csoda, hogy megtaláltam a sötétbe ezt a kibaszott utat. Ez is egy baleset volt. Feral Slugstone. Rendben. Vaj, ez köpköcsko. És ott egy kötkapu. El tudunk érni a kötkapuhoz anélkül, hogy megmérkeződnék? Válaszom azt, hogy igen, és bent valami nagyon csúnya hangot hallok. És most nyilvánvalóan azért nem megyek be, mert azt akarom, hogy azért nem feltölt, hogy ilyen Jézusom azok a szemek. Oké, menjünk csak beszélni. Ó, oh, egy boss. Vagyis ez elég nyilvánvaló volt, hogy az lesz. Mi a szar ez a nagy meleg? Éha. Haha, eltört a játékot, hülye gyerek. Elég hát borzongató egyenlő a szamariton. Mármint borzongató. Hogyha véletlen rosszul mondtam volna először. The Rotten! A rothat hogy kell veled elbenni, barátom? Oké, okay, a tűzben nem akarunk lenni. A Gardonnak meglőttek. Rendben. Nem vagy te olyan vészes. Ezért a staminát zabálod. 420 blazit sebzés. Nem is olyan rossz. Iframe-ek, baby. Aha. Rendben, az egy kicsit óvatosabban. És most a staminán kikább, hogy növekedjen. Jó. Azt már nem halad. Az utolsó gurulás nem jött össze. Ez meg teljesen el volt baszva. Rendben. Legalább nem vette az egész staminámat. Oh. Ó, baszva, és szerintem nekem itt van most vége, van sajnos. Jó, ketté fog szakítani. Rendben, ezután is szeretj egy kis időt arra, hogy életet töltsek. Japp, ennyit erről. Rendben, azt látjuk, hogy alapjáraton nem egy nehéz boss harc. Szóval nem nevezhető nehéznek. Ha nem nehéz az igen, azt jelenti, hogy nem nevezhető nehéznek. Viszont a végén elképesztően bal szerencsés események sorozatot történt meg. És ő nem mérgez meg senkit, szóval nyugodtan bemeltek közben, hogy meg vagyok mérgezve. Bocsiban szütrivál meg. Úgy nem sok lelked, de... Au. Úgy nem. És most megint egy kicsit olyan hátrébb mennék tőled. Nem a tűzben. Ez
nem is volt rossz, csak egy kicsit több stamina kéne. Oly, rohadjál meg. És közben a saját testébe rakja a kardját. Ez egy elnevetek, haver. Bennem. Az utolsó durulás megint nem jut össze, pedig az volt a legfontosabb. Majd talán legközelebb, ha... Most már bele kellett volna inkább gurulnom, de mi? Ó, jaj! Gondoltam, hogy ez valami rossz dolog lesz. Neki valamiért nem fáj, hogyha tűzbe megy. Legyesek fejség. Á, most mennyire vége van. Ó, jaj! Nyugodj le, baby! Jó. Megkockáztassam azt az itemet. Megkockáztattam. Fire Seed. Totál megérte. Rendben, ez nem volt egy olyan vészes boss harc. Mit szólnátok ahhoz, hogyha besegítenék valakinek? Szóval szépen Human Effigy. Egy live jam. Aztán kiállnék mondjuk egy ide. És elhelyezném a Summon Sign-omat. Valahogy így, mondjuk most egy ilyet. Hey, Ribbons! Remélhetőleg valakinek szüksége lesz a Summon-omra. Nem egy nehéz boss harc, és... És most merre tovább? Legalább ezeknek... Ó, itt egy dologút valóban. De itt most megnézném, hogy valaha megidézésre kerülök-e. Nem tudni. Nem tudom, hogy ez világszerte... küldi el szét az idézéseket, vagy mondjuk Európa szerte, vagy valami ilyesmi. Nem mindegy, úgy fest, hogy minket most itt nem nagyon akarnak megidézni. Treasure ahead in short glory. Sublime Bond, ezt az jó. Ha, és innen indul a másik DLC, ahogy látom. Általában ilyen helyek utalnak a DLC-kre. Ez is egy kis történet. The City of the Sunken Kings sleeps. Blablabla. Witwater Drive. Sincs kedvem felolvasni. Már beszéltünk a DLC-kre, szóval... Ja, úgy fest, hogy senki se kíváncsi a szemönömre. Biztos mindenki tisztában vele, hogy ez nem egy nehéz boss harc. És nem tudom, haver. De lehet, hogy... nem tudom. Nem tudom, hogy merre kéne tovább menni. Lehet, hogy végre összegyűjtöttem azokat a nagy lelkeket? Amikre szükségem volt. És akkor tovább tudok menni ezen a bizonyos ajtón, ott a Shrine of Winter, nem? Ki tudja, haver, ki tudja. Ezt is elhasznám. Nekem ezek csak erre valók. Te meg mi vagy? Ja igen. Égessük el. És még erősebbet az Estusunk. Hoho.
Plusz 7-ös. You are blessed with a myriad of souls. Bearer of the curse, make your way to the castle. Wow.